Üdvözlök mindenkit, hadd mutassam be nektek a Star Cleanout nevű ügyességi játékot, népszerű nevén Scout. Mielőtt azonban elkezdenénk a bemutatót, feleljetek meg nekem egy kérdésre, akartok-e jót játszani? Hát hogy ne akarnátok? El is küldjük Enterrel, és nyomjuk meg az Y-t, mert ennyi rossz játék bemutató után itt az ideje egy jó játéknak is, hát nem igaz, srácok? Indítsuk is el, 92-es játék, úgyhogy DOS emulátor kell hozzá, és ez a kis bevezető film. A holdcsalló mögül becsapódik egy kis űrkabin, és itt a fémóceánból előbukkan ilyen kis talajjáró járgány, kis lebegőtank, és ennyi a bemutató végül is. Hát sok minden nem derül ki belőle. Ajjajjajjajjajjajj. Hát bizony, srácok, aki ezzel a játékkal akar játszani, tanulja meg, hogy nem a scout.exe-vel indítjuk el, hanem a game.exe-vel, máskülönben kifagy a játék. Ez egy programhiba, nincs ezen mit szépíteni. Bizony-bizony, ez egy elég feltűnő és durva hiba. De a játék 100%-ig játszható. Mikor először elkezdtem ezzel játszani, kísérletet tettem a pályaléptetésre, és mit ad Isten, sikerült! 20-asával tudunk lépkedni a pályákon, nézzétek meg! Tehát nem kötelező nekünk az elejéről kezdeni. Elkezdhetjük bízvást a 21-es pályát, a 41-est, a 61-est, vagy éppen a legutolsót, a 101-est. Hát ez kicsikét snasz, viszont nagyon-nagyon jó dolog, hogy van saját kis pálya archívumunk, ahol saját pályákat tudunk csinálni, nem is keveset, hanem 999 pályát. De erről később lesz szó, talán nézzük meg először a beállításokat. Szerintem ez senkinek nem fog fejtörést okozni, be tudjuk állítani a saját gombjainkat, úgyhogy gombleírás ez a játékhoz fölösleges. Nya. Kezdjük is el a legelső pályát, hogy megértsük, miről szól ez a játék, mit kell itt csinálni. Ahogy a kis bevezetőből kiderült, valami elhagyatott hatalmas bázison vagyunk, és minden pályán az a feladatunk, hogy ezzel a bombával itt, vegyük is fel, ezzel a bombával itt, megsemmisítsük mindegyik pályán ezt a fejet. Valami gonosz ikon. Ennyit sikerült kihámoznom a játék leírásból, mert történet nem nagyon jött a játékhoz. Na, ennyi volt az első pálya. Következik a második pálya. Figyelemre méltó, hogy a játékba folyamatosan jönnek be az új és új dolgok, tehát a játék nekünk folyamatosan adagolja, és mindegyik pályához tartozik egy kód is, amit az F3-as billentyűt lenyomva a főmenübe el is hívhatunk. Itt vannak ezek a fekete négerfejes bombák, ezek azok. Mit kell ezekről tudni? Biztonságban vagyunk, amíg közvetlen közelükbe oda nem megyünk. Ahol a Danger felirat van, az halálos veszély, mert a bombák felrobbannak sorba. De ne keseregjünk, ha elrontottunk egy pályát, végtelen számú életünk van, és kezdhetjük előről. Na de azért ne legyen túl egyszerű a játék, mindig a legelejéről kell kezdeni, hogyha elcsesztünk egy pályát. Úgyhogy itt nem fordul elő az a hiba, mint a Jill of the Jungle-nél. Na, az ágyúval hatástalanítottuk a bombákat, és megkeressük a mi kis felszedhető bombánkat. Aztán megkeressük magát a gonosz ikont, ezt a fejet, ami úgy néz ki, mint a T-1000-es Terminátor, amikor belepottyant az olvasztóba és meghalt. Új szereplő, a rakéta. Fájdalom, de csak egyetlen egy dolgot tudunk magunkkal hurcolni egy időbe. Mielőtt még elkezdenétek hőbörögni az ügyességi játék, és már meg is csináltuk a második pályát, menjünk talán tovább a harmadikra. Itt kitérnék egy kicsit a rögzített ágyútornyokra, hogy ezek hogy is működnek. Tehát, ha átmegyünk rajta, vagy rámegyünk, így, akkor mindig lő egyet. Idáig ez teljesen érthető. Viszont fokozottan ügyeljünk arra, hogy ne kerüljünk a lővonalba, miután lőttünk egyet, mert feldobjuk a pacskert, és kezdhetjük előről a pályát. Nya, menjünk át ezeken az egyirányú ajtókon. Ezek azok. A nyílból szerintem lehet következtetni, ha csak nem idióta valaki erre hamar rájön. Na, még egy új szereplő, a lezárt ajtó. Itt van ez a szürke színű kapszulára emlékeztető átjáró. Ezt úgy tudjuk kinni, hogy felvesszük a kulcsot és berakjuk a kulcsautomatába. Mondom, a kulcsautomatába, és így az összes ilyen jellegű ajtó kinyílik a pályákon. Tehát nem kell egyesével kinyitgatni őket. Még egy új szereplő, ez egy fémféreg, amit el kell kerülni. Ez az egyfajta elpusztítható ellenség lesz. Tehát gondolom, hogy az egész bázist ezek uralják. Harmadik pálya kész is van. Ahogy haladunk előre a pályákon, új és új élményekkel gazdagodik egyébként se szegényes játék tudástárunk. Itt vannak ezek a növényzetek. Ezek az elpusztítható falak ebbe a játékba,
az egyetlen és kizárólagos elpusztítható falak. A hangok egyébként klasszak. De magyarázza már meg nekem valaki, egy űrbázisra, egy marsi bázisra, vagy egy idegen bolygós bázisra, a belsejébe, hogy kerülnek ezek a növények? Valakinek valami épkézláb javaslata? Mert kizár dolog, hogy ezek a fémférgek ápolgatnák, vagy tutuljgatnák ezeket a növényeket, ők tartanák életbe. Vagy ezek valami algák, vagy nem tudom. Nem passzol egyszerűen sehogy se a játékhoz. És ez az egyfajta elpusztítható fal van. Itt is. Nézzétek meg, itt van ez a tömérdek dzsindzsás. Persze van rengeteg fényféreg is, de most nem az a lényeg. Azokat is ugyanúgy elpusztíthatjuk jó kis rakétákkal, meg lövésekkel, meg bombákkal, meg mindenféle cuccossal. Ja. Ne tévedsze össze senki ezt a helyet egy virágos kerttel, mert még mindig abban a hatalmas bázisban vagyunk, ahol a játék bevezető videójában megérkeztünk. De ez továbbra se ad választ arra a kérdésre, hogy mit keres itt ennyi rohadt növény. De sövényvágó olló kéne, nem rakéta. Keservesen hiányoltam valami vékony falat vagy téglafalat, mert most hogy néz ki egy csomó bokor egy bázis kellős közepén? Megmutatom kertemet. Eddig szar. Pad. Fák. Roppantul örültem volna, hogyha a készítőknek eszébe jut másfajta elpusztítható fal is, nem csak a dudva. Vannak pályák, amikre a dudva kiválóan odaillik, mert egyszerűen az passzol oda, ahol mondjuk föld van, tehát ahol a bolygó felszínén kell menni. Mondjuk ezen a pályán. Van kívül az elkerített részen. Látjátok. Ide remekül oda passzolnak a gyomok. Na igen, de mit keresnek a bázison? Hogy nőnek ki a fémpadlóból egyáltalán? Fogalmam nincs. Vagy ahogy az angolok mondják, nekem nincsen halvány lila füstöm. Na, haladjunk tovább. Újfajta közlekedési módszer. Megfogjuk ezt a palackot. És ezzel tudunk vonatozni. Itt vannak ezek a vágányok. Ha rámegyünk a korlátok nélküli részre, egy ilyen palackkal is megnyomjuk a space-t, akkor tudunk vonatozni. Ha viszont nem áll rendelkezésre palack, viszont már egy már be van illesztve oda a helyére, látjátok. Csak oda kell állni szépen a vágányra, és meg kell várni a löketet. Ujjj, azaz. Na, ez süti volt. Szerintem ez se túl bonyolult. Robbantsuk is fel a fejet. Bum. Ötös pálya. Látjátok, ezek még nagyon oktató jellegű pályák. Fogyaszthatóak. Később se lesznek batárnehezek, de garantálom, hogy lesz egy-két olyan pálya, ami jó sokáig el fogtok tökölni. Itt vannak ezek a rakétát adó csempék, ezek gondolom dobozok. Ha rálövünk, akkor négy különböző irányba mutató rakéta keletkezik belőle. Szerintem már mindenki rájött, hogy arra felé tudunk lőni csak, amerre a felszedett rakéta mutat. Ahogy azt is elmondtam, hogy egyszerre nem lehet nálunk több egy dolognál, és ebbe bármi beletartozhat, amit föl kell kapni a földről. Ja, ott az ajtó, kulcsautomatával kinyitjuk. És megyünk tovább. Hoppá, ide másféle rakéta kell, jobbra mutató. Ja, szétkapjuk a dudvát, és hogy ezek után mi történik, majd meglátjátok a folytatásban.